fölébredt. Mielőtt nyújtózását elvégezhette volna, átvillant tudatán, hogy édesanyja a szülőfalujában várja. Szülőfalujukban, ahol majdnem kerek 30 éve eltéréssel mindketten születtek. Ráadásul az álom azzal folytatódott, hogy ébredését is elmondja, így nem tudta megállapítani, hogy édesanyja valóságosan áll-e ölelésre tárt karral a kertajtóban, vagy csak álmában. Azaz ébredés gyanánt, vagy inkább helyette, egy másik álomba álmodta magát, melyben azt álmodta, hogy édesanyja várja. Kisfiam, kisfiam! Decsen jártam általános iskolába, ott is születtem, nekem van szülőházam, tehát ez még a kórházi születések előtti időszak, amikor én világra jöttem. Tehát ott születtem, ott jártam elemibe, általánosba és Szekszárdra, onnan jártam be egészen 1960-ig, amikor aztán Pestre kerültem segédmunkásnak, szobrászatot próbáltam tanulni, majd Pécsre kerültem joghallgatónak. Mi fordított az írás vele? Az írásban találtam meg azokat a megfogalmazási, megoldási kísérleteket és lehetőségeket, amelyek az én életproblémáim voltak. Mert az ember ne fogjon íráshoz, vagy semmilyen művészethez, hanem a saját életproblémái gyötrik, és ezeket akarja valahogy tisztábban látni, és amennyire lehet megoldani. Teljesen egyetértek önnel, Cornwald úr. Nekem is hány ingerem van ettől a vegetatív világtól. Mindig csak a test, a lélek pedig soha. Rosszat sejtek. Miért tud más is sejteni? Idáig soha nem fordult elő, hogy nem hoztak reggelit. Csak amikor elfelejti. Nem. Vágás előtti napon. Vágás előtti napon? Vágás előtti napon? Vágás előtti napon? Honnan tetszik venni ezt az őrültséget? Ez a negyedik tél, amit megérek. Egy élhető világot akartam. És az író, aki szociográfia írása adja a fejét, abba a téfitbe ringatja magát, hogy az ő írása hatására az emberek elkezdenek gondolkodni a sorsukról. Az olvasók hogy fogadták a műveidet? Hát általában a közönség szereti, de hogy különben. Nézd, én nem vagyok benne a magyar irodalomban gyakorlatilag. Ez fáj? Nem. Az én, hogy úgy mondjam, mellőzöttségem, vagy nem tudom micsodaságom, az egyrészt engem nem sújt le, másrészt pedig nem gondolnám, hogy megváltozna. Mert mi is változna meg? A világnak van egy olyan folyamata, amivel én szándékosan szembe megyek. Most miért is várnám el, hogy ezek, akik arra mennek, engem, aki ellene vagyok ennek az egésznek, engemet ajnározzanak. Hát ez bolondság volna ezt elvárni. Az erszény a tarisznya külső. Bárhol letesszük, ott felejtjük, s a kóborkutyák szétcincálják. Csak magunkat vigyük, azt, ami bennünk örök. Szeretet, békesség, igazság, jóság. Most hát a kommunizmus megdöntésekor kerültünk együtt egybe sokan. Hát mondjuk Antal József korábban is ismertem, de hát nagy megtiszteltetés volt az, hogy az ő tágabb kabinetjében szolgálhattam. Reform és forradalom közt a legláthatóbb különbség az irányukban van, az előbbi fölülről indul, az utóbbi alulról. Következésképpen mi reformot nem csinálhatunk. Amit mi magunkban nem valósítunk meg, ami nem a sorsunk, az nincsen. Legfeljebb üres intellektuális játék. A hagyományos bölcsesség tudja, hogy az ember sok-sok képességgel születik, de nem tudja ezeket a képességeket fölhasználni igazán. Most ehhez szükséges egy beavatás. Most a beavatás
az igazából televízión keresztül nem történhet meg, de mert a beavatás maga túlságosan intim és bensőséges ahhoz, hogy... De mégis a televízión keresztül elindíthat egy olyan folyamatot, amelynek során valaki elkezd gondolkodni, és oda megy valakihez, egy komolyabb emberhez, és azt mondja, hogy te ennek a mélyére hogyan tudok eljutni. Nekem az a dolgom, hogy itt most, ezen a földön, ezen az éghajlat alatt és ebben az időben elgondoljam azt, ami elgondolható számomra. Ez nem jelenti a legmagasabb bölcsességet természetesen, Isten bölcsességét még kevésbé, de mégiscsak el kell gondolnom azt, ami a számomra a legmagasabb, és lehetőség szerint ezt rögzítenem kell.